Az ötnapos tábor célja, hogy a boxa még csak ismerkedő újoncok megszeressék ezt a sportágat, és a Kanizsa Box Club összetartó közösségét. Szerintem a legtöbb gyerek azért jár be edzeni, bárhova is, nem csak Körülvásra, mert ott vannak a barátai. És én úgy gondolom, hogy ha barátokat szerez, főleg mondjuk egy versenyzővel összebarátkozik, akkor ő később is vissza fog térni. Horváth Mirabella mintegy fél éve jár edzésekre a Kanizsa Box Clubhoz. Elmondása szerint a kezdeti nehézségek ellenére már a élete egyik fontos részévé vált az ökölvívás. Először nekem beajánlottak, és így először nem tetszett, de utána egy csomót kezdtem el járni, és nagyon megszerettem. Tényleg már szívemhez nőtt. Én szeretnék elérni egy célt, hogy úgymond versenyekre menjek, minden ilyesmit, amit el lehet képzelni. Én nagyon szeretek ide járni, legjobb közösség az edzővel együtt. A klub versenyzői nyáron is szép sikereket értek el, többen közel állnak ahhoz, hogy korosztályos válogatottak legyenek, és kontinens tornán képviseljék Magyarországot. A Matyó kupa, ami a válogató volt az EB-re, azt sikerült megnyernem. Egy soproni lányjal kellett boxolnom, és nemrégen szóltak, hogy most 22-én fel kéne mennem Tatára az edzőtáborba, és ott is kéne egyet vele boxolnom, és a nyertest viszik ki majd az Európa-bajnokságra. Az ökölvívó táborba 5 olyan fiatal jelentkezett, aki még nem jár edzésre. Ők például Kovács Petrától is elleshették a box alapjait.